Korali Dominika az isteni megváltóról nevezett nővérek kongregációjának tagja. A gimnázium elvégzése után 1996-ban felvették a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára, hittanári szakra. Az isteni megváltóról nevezett nővérek kongregációjának kollégiumában élt, így egyre több időt tudott tölteni a nővérek közösségében. 1999-ben kérte felvételét a rendbe. 2001-ben lediplomázott, és egy éven keresztül tanított hittant a Szent Margit gimnáziumban. 2002-től 2008-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem német szakának elvégzése közben az éppen akkorra felépült Josephinum kollégiumban volt nevelőtanár, közben 2004-től 2005-ig a Bécsi Egyetemen tanult vendéghallgatóként. 2008-tól ismét a Szent Margit gimnáziumban tanított német hittantanárként, jelenleg pedig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem mentálhigiéne karán a lelki gondozói szakon kezdett el egy posztgraduális képzést. A renden belül az ifjúságpasztoráció és a hivatásgondozás területén felelős. Köszöntöm a Bonum Televízió minden kedves nézőjét. A karácsonyi beszélgetések műsor keretében ma Kuralik Dominika nővérrel beszélgetek, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszöntelek Dominika nővér itt a körünkben. Te az isteni megváltóról nevezett nővére kongregációjához tartozol. Így igaz. Mióta is? Hát immáron 10 éve, 11 éve. 10-11 éve, és azt is tudjuk rólad, hogy te nem Magyarországon születtél, hanem... Felvidéken. Felvidéken egy kis városkában Zseliz néven hallgat. És azt magyarul, hogy hívják? Ez a magyar neve, igen? A szlovák neve Kocifántosabb, a Zseljezovce. És mikor jöttél át Magyarországra? Érettség után jöttem haza. Érettség után jöttem Magyarországra, 1996-ban még. Tehát akkor ma hazádnak tekinted Magyarországra. Igen. És erre utaltam. Ez is jó. És a nővérekkel mikor találkoztál? Nővérekkel ott még gimnazista koromban ismerkedtem meg. Egy szlovákiai felvidéki, de magyar anyanyelvű nővérünkkel. Ő volt az, aki idehozott Pestre egy lelki gyakorlatra, és onnantól kezdve többször feljöttem a nővérekhez segíteni, vagy nyáron egy-két hétre kettelésből, meg úgy ismerkedni már akkor konkrét céllal. Tehát gyakorlatilag akkor érettségi után te itt folytattad az életedet? Igen, először tanulmányra, tehát hogy egyetemre jöttem, Pázmány Péter Egyetemre, a hittanári szakra, és hát hál' Istennek a nővéreknek pont itt szembe van egy kollégiumok, egyetemista lányok számára, és akkor én itt, mint kollégista költöztem be első lépésként. Igen, tehát pont itt szemben azt azért mondod, mert ugye a Loyola Caféban ülünk, kávézóban, és ugye itt szemben van nektek a rendházatok, ahol hányan is éltek most? Hát most jelenleg 10 nővér él, plusz 48 kollégista. 48 kollégista. És azokért te felelsz, azokért a kollégista? Nem. Tehát van egy nővértársam, aki a kollégiumban dolgozik. Biztos, hogy sokan föltennék akkor a kérdést, hogy te mivel töltöd a mindennapjaidat? Én tanítok, ugyanis Budán van egy nagy gimnáziumunk, a Szent Margit Gimnázium, több mint 800 fő számára, diák számára, és ott tanítok németet és hittant. És ezt már hány éve? Ez most negyedik éve, tehát még azért friss. És szereted? Szeretem, igen. És mit jelent neked a tanítás? Tehát igazából, amikor én így az egyetem felé kacsingattam, és rend felé kacsingattam, szerzetes élet felé, akkor első dolog az volt, hogy tanító, hogy valamilyen tanítás vagy neveléssel kapcsolatos irányt szeretnék. És igazából a tanítást én nem is így nevelném, én ott nem tanítok, én inkább pasztorálni szeretnék, vagy érezni is, hogy ez már missziós területnek is nevezhető sok esetben. Tehát én inkább igét hirdetni szeretnék ott. De nem mint pap, nem mint missziós, hanem hát tanári szerepben. Mondjuk néha ez konfliktus is okoz, de próbálom ezt megtanulni, hogy a kettőt valahogy így együtt. Uh-huh. Tehát akkor mondhatjuk, hogy neked ez nem elsősorban egy munka, egy tanítói hivatás, munka. Ez hivatás, tehát tényleg nem munkaként élem hivatás. Meg. Tehát szomorú lenne nagyon. Tehát ez a 8 órás, és akkor hajdi haza, hanem tényleg nem munkaként készülök oda. Van olyan, hogy ott ragadsz az iskolában? Van. Mert annyira, elég gyakran, annyira igen. Jó a hangulat? Akár a hangulat miatt is, tehát biztos, hogy vannak olyan szakkörök, vagy olyan alkalmak, főleg tanítás után pláne, amiknek a hangulata is tényleg elvarázsol.
de nagyon sokszor például beszélgetések miatt, tehát nem csak feladat, vagy nem csak program miatt, hanem személyes kapcsolatok miatt, beszélgetések miatt, amikor úgy érzem, hogy fontos, hogy ott legyek, vagy jelen legyek. Összesen hány diákot, vagy hány osztályt tanítasz? Összesen 7 osztályban tanítok, de ugye a német szakma az olyan, hogy csoportokat veszek, nem egész osztályokat. Ugye azt nem tudják a nézők, hogy mi voltunk egy rövid ideig kollégák. Bezony. És ugye akkor egy kicsit jobban beleláthattam abba, hogy te hogy mozogsz ott, tehát nem csak kívülállóként ismerlek, hanem kicsit belülről is. Én azt láttam, hogy nagyon szeretnek a gyerekek. Én is őket. Ezt te is visszaigazolva érzed? Tehát, hogy igen. Jönnek a jó visszajelzések, és elfogadják a te stílusodat? Hát még eddig kritika nagyon nem ért, vagy legalábbis nem merték megmondani. Mondjuk én kisebb korosztálynál vagyok. Tehát ez egy nagyon hálás korosztály olyan szinten, hogy még nagyon lelkes, nagyon nyitott, mindenre szemet tud hunni, hogyha rámosolyogsz. Tehát, hogy ennek van egy ilyen fajta áldása, hogy még a hibázok is, vagy olyan stílus engedek meg, ők azért így eltusolják a többi mosoly kedvéért. Nagyobbaknál is szeretném azért néha kipróbálni magam, bár őszintén bevallom, hogy az ő kritikáiktól jobban félnék. Azért kezdő tanárként ez még egy olyan mumus terület, igen. De egy kívás is, tehát hogy biztos majd idővel erre is sor kerül. Én azt tapasztaltam, hogy mindig mosolyogva, nagy lendülettel bejössz a tanáriba, kimész a tanáriba, mész a következő órára, a gyerekekkel beszélgetsz a folyóson. Miből táplálkozik neked ez az energiád, és mi adja az erőt ezekhez a mindennapokhoz, amikor tudjuk, hogy az egyik legnehezebb hivatás a tanári pálya, talán az orvosi. De a legszebb. De az orvosi pálya mellett talán szintén. Az egyik legnehezebb. De ugyanúgy életekkel dolgozol, tehát hogy tényleg nagyon sok a hasonlóság, csak párhuzamba állítva. És ahogy mit táplál, igazából azért mondom, ez nem munka, mert ugyanazt táplál engem ott a 30 gyermek előtt, vagy a tanáriban, vagy a beszélgetéseknél, mint ami engem elindított a nővéri hivatásomban, nővéri pályán. Tehát nekem ez nagyon összefonódik a kettő. És igazából az én, nekem mindig kell jelmondatot választani, mind a püspököknek, vagy a papoknak. És nekem egy nagyon egyszerű, nem is bibliai jelmondatom volt, amikor én beléptem a rendbe. A Simon András egyik rajza alatt láttam, egy ilyen kis tulipán volt mosoly fejjel, és az volt alatt, hogy légy Isten mosolya. És úgy éreztem, hogy na ez az, ami úgy az én lelkiségemnek megfelel. Tehát, hogy Isten jóságát akartam valahogy mindig továbbadni. Aztán, hogy hogyan, azt én így nem tudtam még gyermekfejjel, pláne nem. De ez a légy Isten mosolya, úgy gondoltam, hogy ez így ez benne van a szeretet, benne van a jóság, benne van az irgalom. Benne van minden, amit így Istenről én mondani szeretnék. Ugye az isteni megváltóról nevezett nővérek kongregációjához tartozol. Neked mit jelent ez a név, hogy ezt a rendet, ezt a kongregációt választottad? Ez nem véletlen. Ahogy mondtad, hivatásként éled meg, de mit jelent neked ez a név, és ez mit üzen szerinted a világnak? Igazából nem konkrétan úgy választottam, hogy név alapján a rendet, ez tényleg nagyon, nagyon isteni lépés volt az én életemben. Viszont ha már tagja lettem, egyre jobban próbálok a lelkiségébe így belefolyni, és így elgondolkodni a néven, az alapítóanyánk szellemiségében is. Nekem a megváltás nagyon-nagyon sokat jelent. Nagyon sokan nem szeretik ezt a szót. Eleve ugye a kereszt, a megváltás szimbóluma is, nagyon sokan most már a kereszt ellen is próbálnak ágálni, hogy most minek ez a szenvedő alakott a falon. Tehát nem értik azt a lényegét, ami mögött én soha nem a szenvedést látom, hogy nem csak a szenvedést, hanem azt a célt, amiért ezt ő megélte. Tehát én a kereszt jelében én mindig az isteni szeretetet láttam. Tehát azt az átölő szeretetet, amiért még értem képes meghalni is, az életét odaadni. Tehát, hogy én a nagypénteket se tudtam a feltámadás üzenete nélkül megünnepelni soha. És ezt érzem a keresztben is, és a megváltás névben is. Tehát, hogy én a végén, tehát utólag már nagyon örültem, hogy a megváltó neve alatt teszem azt, amit teszek, tehát mert róla. Ez az évek folyamán tudatosodott benned, igen, hogy tehát ez ilyen noviciátus fogadalma. Hány évig készültél, amíg az örök fogadalmat letetted? Nálunk ez összesen 7 év. 7 év különböző fázisai vannak. A noviciátus az a legkeményebb, ugye? Az a 2 év, 2 szigorúbb év, és akkor plusz még 5. Itt vagyunk a karácsonyhoz nagyon közel, sőt karácsony napján is akkor körül fogják nézni ezt a műsort a kedves nézők.
Mit jelent neked ez a készület? Még 8 nap van a Szentestéig. Mit jelent neked az advent, és hogyan tudod ezt most megélni ebben a mai világban, ahol annyi minden külső hatás ér minket? Mondjuk ez nagyon összefügg azzal, hogy én hogy élem meg a karácson belül. Azzal, hogy én nem mondom kis azt szégyenkezve, paraszti körből származom. És nekem itt Pesten ez sokszor nagyon nagy mentőöv. Tehát, hogy itt ez a hajhászás is már november közepén karácsony volt mindenhol. Tehát, hogy nekem ez a fajta karácsonyozás, amit itt Pesten én megélek tévé nélkül és minden egyéb média nélkül, csak ki kell mennem az utcára, és soha nem értettem, és annyira nem az enyém. És így a karácsony elején nekem ezt így mindig el kell felejtenem, hogy arra tudjak figyelni, ami valóban az üzenete. Ugye nap mint nap kijárunk, nap mint nap kint vagyunk az utcákon, és ez nekem nagy felkiáltó jel, hogy de mi a lényeg. És a gyerekeknek is próbálom ezt átadni. Nálunk ugye az advent egy falun teljesen más volt, mint például itt Pesten. Tehát ott még egy falusi környezetben tényleg néha petróleum lámpa mellett, vagy csak a kandalló fénye mellett ültünk, vagy keltünk. És ez a sötétség, ez a várakozás, ez a vágy a fény után, ez a virrasztás, ez nagyon bennünk van. Amit a pesti rohanásban, meg a csomó Rivalda fényben teljesen elvész. Még a templomokban is néha nagyon már kint vannak a karácsonyfák. Nekem ez őszintén szól mindig is hiányzott itt Pesten. Ez a misztikus mélysége, amit én falun gyerekként automatikusan megéltem. Tehát nem kellett el semmi teológiai magyarázat. Belenőttem, és az hiányzik. És ezt most így lélekben próbálom megélni, vagy így a diákjaim figyelmet is inkább erre irányítani, hogy mi az, hogy várakozás, mi az, hogy csend, mi az, hogy a sötétségben egyszer meglátni a fényt, és az milyen reményt adó tud lenni. Szóval ilyen gondolatokkal vagyok most. És te látod az igényt az emberekben, hogy ők is valójában erre vágynak? Tehát igen. Erre kapsz te konkrét utalásokat? Lehet, hogy nem konkrét, hogy Dominika nővér mondjon már valamit, tehát lehet, hogy nem így, viszont az elkeseredettséget azt látom. Az ürességet látom, és a szenvedésüket, hogy üresek. Tehát ők érzik, hogy valami hiányzik, azt látom. Lehet, hogy ők nem is ismerik fel, lehet, hogy már kimondják, és az nagyon szép. Tehát, hogy ezek azok a pillanatok, amikor úgy gondolom, hogy igen, na most jön az a légy Isten mosolya, mert most van itt az ideje. Tehát, hogy ebben a hiányban, ebben az ürességben nagyon is van rá igény. Lehet, hogy nem mondják ki, de van. És akkor te itt személytől személyig válaszolsz erre az igényre, hogyha oda jön hozzád, vagy megpróbálsz úgy, hát ahogy mondod, Isten mosolya próbálsz lenni. Mondjuk sose voltam az a típus, aki így ráragadok, és akkor rátámadok az emberekre. Én nagyon szeretem a személyességet, igen, tehát hogy próbálom belevinni az órába, az én 36 diákkal nehéz, de ezért szeretem, mondtad, hogy így a folyosókon való beszélgetés, órák utáni beszélgetés, Facebookos beszélgetés, tehát most már minden módszerrel, ahol csak meg lehet szólítani, én erre nagyon-nagyon nyitott vagyok. Leszólítani azt ritkábban, tehát én nem szeretek így rárontani az emberekre, viszont ha látok igényt és nyitottságot, akkor szeretném megadni az időt és a lehetőséget. Ha már említed, hogy Facebook, én tudom, hogy azért ott aktív vagy, mert láttam én is, ott is kommunikáltunk mi ketten már. Mi a véleményed a Facebookról, ami most nem annyira a karácsony keretén belül kérdés, de te kíváncsi vagyok, mert azért te egy fiatalos, te a fiatal generációhoz tartozol az egyházban. Uh-huh. Te hogy látod ennek most kommunikációs eszköznek a jelenét, jövőjét? Igazából, hogy nézed, inkább ezt tudnám kritizálni, hogy mire használod, és mire akarod használni. Tudom, hogy nagyon sok veszélye van, tehát főleg bizalmi információk szintjén semmiképpen nem bíznám rá magam. Viszont nagyon áldásos megszólításra mindenképp, tehát ez az első megszólítás. Nagyon áldásos kapcsolatfelvételre, és nagyon áldásos olyan módszerekre, amit mondjuk, amire a fiatalok nyitottak. Tehát például nekem húsvéttájt, most ez elmaradt sajnos adventben, húsvéttájt volt egy olyan szokásom, hogy minden nap, vagy két naponta feltettem egy az üzenőfalra, mert azt mindenki látja, egy olyan gondolatot, ami engem foglalkoztatott. Természetesen ez mindig vallásos jellegű, vagy mély tartalmú, vagy elgondolkodtató volt.
Soha senki nem jelzett rá vissza, jó, lájkolom, hogy tetszik, ilyesmi esetleg. De utólag hallottam vissza édesanyjától, hogy például az ő lányának ez milyen mentő volt lelkileg. És ez nem ordít, ez nem rival, ott nincsenek pompás fények, de egy-egy ilyen elrejtett üzenet, hogy mikor, hol, kinél kopogtat. Szóval én erre szeretném felhasználni a Facebookot. Akár a képek szintjén, akár így idézetek szintjén. Ha most visszarepülünk a gyerekkorodba, amikor még nem is gondoltál arra, hogy te egyszer egy Facebook mögött ülsz, hát nővérként, a mindennapi tanítás mellett, és így is pasztorálsz, akkor hogyan emlékezel vissza azokra az időszakokra, vagy évekre? És különösen a karácsony akkor, amit már említettél körülbelül, de mit jelentett a családban neked? Hát az én családom az tényleg most főleg így visszanézve tudom, hogy mindent szépít az ember, de én tényleg elmondhatom, hogy nagyon nyugodt és nagyon harmonikus gyermekkorom volt, tehát hogy szülők, anyuapu ott volt, nagyszülők ott volt, ott voltak bátyám, tehát van testvérem, és pont a falusi létnek köszönhető, hogy így nagy család így összeröffent. Tehát, hogy azért ott vannak falusi munkák, a tördelés, a disznóvágás, karácsony előtt, stb. És akkor így összeröffen az apraj nagyja a családnak. És akkor együtt dolgozol, együtt kacagsz, ha baj van, együtt sírtok. Tehát, hogy egy olyan közösséget éltél meg, ahol már megélted azt, hogy milyen az egyházi közösség, hogy szeretnek, hogy elfogadnak, bármit csinálsz, akkor is visszavárnak. Tehát, hogy ez egy olyan alapélmény, ami engem nagyon az Istenhez költ. Tehát például a szüleim képe, az én Isten képemben nagyon fontos volt, Isten, ennek köszönhetem, hogy jó Isten, és nagyon szép Isten képen van. És hogy egyházról mi is volt a véleményem annó, mert én ezt a szeretetet automatikusan megéltem. Nagyon fontos volt nekem, főleg így karácsony táján, ahogy készülődtünk, tehát hogy nálunk sose volt szegény családból származom, sose volt divat ez a ajándékmániázás. Tehát mi együtt sütöttünk anyuval kalácsokat, és díszítettük, hogy tudjuk adni, együtt főztük be a lekvárt, hogy tudjuk adni. Tehát hogy fontos volt ez a szimbolikus része ajándéknak, de a szíved benne legyen. Tehát hogy ez sokszor itt Pest közepén ez is elvész valahol ott a színfalak mögött. Vagy például egész olyan apró dolgok, hogy nálunk szokás volt, hogy szalmaköteget teszünk le adventben már az asztal alá. És amikor eljött a karácsony, akkor a szalmakötek közé rakjuk ki a Betlehemet. És szóval érezni a szalma illatát, tehát nekem mindig itt van az orromba, amikor meglátok egy betlehemes lapot, mert én tudom, mit jelent az, hogy mi az a marha lehel, ami meleget adott Jézusnak. Tudom, hogy tud nézni egy boci. Tudom, hogy a szalmának tényleg milyen finom a tapintás, a szalmaágyon aludtunk, abba hemperegtünk. Tehát, hogy nekem ezek annyira foghatók, hogy Jézus milyen egyszerűségbe az Isten. Milyen egyszerűségbe jött le. És hogy egy király ezt vállalta egy jászolba gyerekként. Szóval nekem ez az Isten egyszerűsége, ez nagyon kötődik az én otthonomhoz. A szüleim egyszerű szereteté, ez ami óriási. Tehát ezek a paradoxonok, amit én otthon megéltem, azt most teológus fejjel, megélem Istenben is. És ez nagyon-nagyon közel tud már is röpíteni. És hogy lehetne szerinted ezt a városi embernek átadni, amikor tudjuk, hogy ott lakozik, vagy hiszük, hogy ott lakozik bennük az igény, csak még nem fogalmazták meg, de van, aki már megfogalmazta, de nem látja a módját, hogy ezt megélje. Hogy tud ebben az egyház segíteni? Tehát, hogy megértsük azt, hogy ez az isteni egyszerűség, ez a legnagyszerűbb dolog, ami létezik. Erre van egy másik fogalom, amit Pesten talán nagyon fontos, ez az emberség. Tehát itt a tömegben nagyon el tud tűnni az egyén, a személy. És én úgy érzem, hogy tehát ezen keresztül, tehát Jézus mindig személyesen szól. Ő nem tömegeknek szólt. Tehát talán ez, hogy figyelek a másikra. És akkor figyelem, mi a szüksége, hol van szüksége a szeretetre, és akkor úgy vigyem oda a szeretetet, hogy neki szüksége van, nem, hogy én elképzelem. Valahogy ez gondolnám. Adventben ezt te jobban gyakorlod, mint a más egyházi időszakokban? Tehát van neked Adventben olyan elhatározásod, ami ilyen nagyon konkrét, hogy akár személyekre lebontva, hogy mit fogok erősebben magamon edzeni, vagy ezt te hogyan? Ez minden évben más egyébként, tehát hogy azért az embernek is vannak a lelki életében olyan fázisai, hogy mire van szükségem, és akkor nagyon jó erre az advent és a nagybőjt. És például most nekem adventre nagyon kikristályosodott egy fogalom, a kicsinység.
Tehát karácsony kapcsán is nagyon idevág, meg ugye az a egyetlen egy kis gyertyafény, aztán kettő pici gyertyafény, tehát Rorátin ez annyira előjön, hogy ez a pici gyertyafény az egész templomban ragyog, tehát ez a piciség, kicsinség, ez ugye egész éven végig kísér igazából. És most így adventben valahogy ez lett számomra nagyon fontos. És ennek köszönhetően is én úgy éreztem most adventben, hogy különösen próbáltam figyelni konkrét személyekre, akiknél úgy látom, hogy most nagyon-nagyon szükség lenne az, hogy figyeljek rájuk. És tehát semmi nem kell, csak az, hogy rámosolygok. Vagy szóval, hogy teljesen pici dolgokban megmutatni Isten óriási jóságát. Amikor te elszakadtál a szülőföldettől, az ugye 18 éves korod környékén volt, akkor az egy nagy lépés volt, ott egy új életállapot előtt álltál, vagy küszöbén. Akkor azután, a fordulópont után hogyan alakult benned a karácsonyi készület és a karácsony, mint teológiai és mint emberileg átélhető ünnep? Ez nekem nagy váltás volt, és be kell vallanom, hogy az első rendi karácsony az számomra inkább sok volt, mint élmény. Ugye egy ilyen családi körből kiszakadni és egy intézményes keretben becsöppenni, eleinte nekem ez egyik legnehezebb lépés volt a noviciátusban például, hogy akkor értékeljük át, hogy akkor most hol is vagyok ebben a karácsonyban, ebben a színben. Ugye otthon nálunk egy csomó olyan szokás van, eleve felvidék, más táj, eleve kis falu, amit itt például nem tartottak meg. Tehát nekem már itt elég gond volt, hogy nem böjtel készülünk. Nővérként, nem böjtként készülünk a karácsonyra, nálunk otthon böjt, egész nap böjt, és a vacsora volt az első kaja, és az sem pulyka, meg nem tudom én amerikai, hanem hal és lencsefőzelék, a legegyszerűbb. És ott is voltak olyan szokások, ami mondjuk itt teljesen eltűnt, és nekem nagyon sokat adtak, és bizony nekem egyik legnagyobb kihívás volt, hogy a karácsonyomat úgy átértékeljem, hogy itt belevigyem azt az otthonosságot, amit én megszoktam például, vagy hogy lehet bevinni. És egy kapaszkodom volt, az pedig az, hogy mi is angyalkázunk. Ugye akkor még voltunk 20-22-en, és húztunk mi is advent elején nővértársat. És ennek a hátterében mindig az volt, hogy imádkozz érte, de azért valamit mégis próbálj meglepit készíteni. És ez volt nekem egy olyan kapaszkodó, hogy személyessé tette, hogy akkor konkrétan tudtam valakire figyelni, készülni, és várni az estét, hogy na, vajon fog örülni az ajándékomnak, vagy nem. Engem kihúzott. Tehát ez volt az a személyes vonal, ami talán itt mind közösségben ez így segített átlépni ezt a család hiányát, az otthon meleg hiányát. Teológiailag pedig, mivel hogy teológiát is végeztem ezekben az időkben, nagyon sok olyan párhuzamot találtam a karácsony ünnepében, ami nekem lelkileg nagyon sokat adott. Például egyik volt ez az ének. Én nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretem a zenét. És otthon volt mindig egyetlen darab lemezünk, amit felraktunk, és az csak karácsony este szólhatott. És volt egy kedvenc számunk édesanyámmal, egy nagyon-nagyon kis bájos dallam, és nekem az mindig azt jelentette, hogy ezt énekelték az angyalok. Biztos ezt énekelték az angyalok, ez annyira gyönyörű, és ez a dallam még mindig bennem van. És általában itt ugyanezt csináljuk a Szentestén, hogy van egy repertoár, ami csak szentesti repertoár. És ebben fel tudtam fedezni azt a mélységet, azt a szépséget, amit nekem mondjuk a zenében a karácsony jelent. Vagy ugyanilyen volt a fény. Tehát, hogy a fény, amit én gyerekkoromban megéltem, hogy Rorátén mentünk, és tényleg csak a gyertyák égtek, azt meglátni az emberekben, az ember szemében a fényt, és ezt nem csak karácsonykor tudom gyakorolni, csak akkor nyitottabb az ember rá, de például minden nap a diákjaim szemébe. Tehát lehet, hogy 30-an szerte szét van az agyával, és a matek dogára készül, meg nem tudom milyen házi feladatra gondol, stb., de a két gyermek szeme csillog, seper mindent. Tehát, hogy fényt meglátni, Istent meglátni a másikban. Nekem hobbimmá vált itt Pesten, hogy keressem ezeket a kis fényeket. És nem kell, hogy ismerjem az embereket, elég fölülni a 6-os villamosra, és keresni a fényeket azon a villamoson. Iszonyat izgalmas. Az emberek szemében? Az emberek szemében, tetteiben, gesztusaiban, bármiben, tényleg. És ilyenkor ezt a fejedbe jegyzed föl, vagy pedig így le is írhat a sírvel? Nem írtam, sose írtam még le, nem, sose voltam ilyen írós típus.
ezt valahogy itt hordom. Azt én néha átadom a diákjaimnak, mint élő példát, ezeket nagyon szeretik, ezeket a sztorikat például. Én aztán el is felejtem, az a baj. Tehát tényleg lehet, hogy jó lenne leírni. Csak azért, mert hogy azért azt látjuk, hogy naponta hányan és hányan panaszkodnak. Én nagyon sok panaszkodó emberrel találkozok, gondolom te is. Tehát amit mondtál, hogy az elkeseredettség vagy elkeseredés, ami ott van a szemekbe szintén, vagy főleg a BKV-n, amikor utazik az ember, sokszor lát szomorú arcokat, vagy bamba arcokat, ami mögött lehet, hogy boldogság van, csak kifelé nem nagyon látszik, hogy azért az arányok nálad még egyensúlyban van ez a kettő, vagy te hogy látod, hogy már inkább kevesebb a fény, mint a szürkeség? Ha most objektívan nézném, azt mondanám, hogy igen, nagyon nagy szürkeség fogad ki kint minden egyes nap. De mondom, mindig van egy fénysugár, amit az egészet beragyogja, mint az a kis mécses ott a koszorún. Mondjuk jó lehet, hogy ezt köszönhetem a ruhámnak is, mert azért ez sok embert irritál, és nem tudnak nem észrevenni. És nem csak a rossz véleményt kapom meg, hanem akkor felcsillanak ezek a jók is. Tehát, hogy igazából én vonzom is ezzel a ruhával, ezzel a jelszereppel ezeket a kis fényeket, de ezeket észre kell venni, és ezeket, ha lehet, akkor valahogy szítani, és továbbvinni, és továbbadni. De például biztos vagyok benne, hogyha látnak egy jelentet, például a hatoson van egy hajléktalan bácsi, és mindig egy fehér dorító patkánnyal járkál. És úgy kéreget, és mindenki nem, hát általában elhúzódnak, de a patkányoknak aztán pláne elhúzódnak az emberek. És hát egyszer odaállított elém is, én meg állatmániás vagyok, tehát pehje volt, és én elkezdtem gügyörészni a patkányon, azt a megbotránkozott, hogy mit csinál ez a nő, hozzányúlt a patkány, és nem is az volt, nem azt nézik, hogy én beszélek a hajléktalan, hanem hogy a patkányt simogatom. És ők nem látták, hogy miről beszélgetünk, de az valószínű 40, 50, 70, 80 ember látta, ez a hajléktalan elkezd sírni. És végig sírt, amíg a végállomásig nem mentünk. Szóval ezek olyan dolgok, amit én személyesen megélek, nekem óriási élmény, és hogy mit visz magával az a másik 80 ember, nem tudhatom, de ott a lehetőség. Említetted, már tudom rólad, hogy te most egy újabb képzésben veszel részt, ugye a teológia elvégzése után. Ez egy lelkigondozói képzés, a SOTÉN. Ezt miért kezdted el? Mi volt az indítatás, és hogy szereted el, hogy ezt elkezdted? Nagyon szeretem. Nekem ez most nagyon nagy élményt ad. Talán ez a kicsit lélekbúvár, hogy másikban meglátni a jót, ez innen is ered. Hogy én miért kezdtem? Nagyon is akartam, már régen vágytam erre. És talán a suli csak megerősítette azt, hogy többnek kell ott lennem, mint tanárnak. Viszont erre nem éreztem magam felkészültnek. Jó, hogy van egy teológiai tudás, jó, hogy van egy tanári készség, amit az ember elsajátít, vagy vele született, de talán azok az attitűdök, amit egy lelki gondozónak kell, hogy birtokoljon, jó, ha megtanulja az ember, hogy kinyitják rá a szemét. És ez a képzés az tökéletes erre, tehát nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni. És már érzem a gyümölcsét, főleg ezeknél a személyes kapcsolatoknál. Vagy például teljesen másképp megyek be mostanság órára. Eddig kezdő tanárként próbáltam ezt a tanári szerepet megtalálni. És azt láttam, hogy ez nem mindig kapu a gyerekek számára, sőt, kapu, de zárt kapu. Tehát én, mint tanár, nem biztos, hogy tudok olyan üzenetet átadni, vagy úgy segíteni, mint mondjuk lelki gondozó. És nagyon remélem, hogy ezt majd így előbb-utóbb, én már a suliban nem tanárként veszek részt, hanem lelki gondozóként, de mondjuk ez kell egy professzionális felkészültség. Tehát, hogy ez ad egy ilyen magabiztonságot az egyetem, ezért vágtam bele. És ezt szeretném, ez a cél, hogy lelki gondozóként legyek ott, és ne tanárként. Még ezelőtt, amikor beszéltél arról, hogy milyen volt ez a váltás, mégis tudja pótolni a családot, vagy azt mondod, hogy igen, de más, vagy azt mondod, hogy teljesen, és olyan ez neked, mint egy új család, és most már karácsonyt itt úgy éled meg, ahogy régen a családban, tehát úgy sem lehet ugyanúgy, mert nem ugyanazok a körülmények, de mégis ez pótolta neked azt a... Erre teljesen nem. Tehát ezt kimerem mondani, hogy teljesen sose fogja pótolni egy szerzetes közösség a családot. Ez képlet ugrott most a fejembe, szóval család egyenlő, közösség és Isten. Tehát így ilyen. Tehát, hogy amit én
mondjuk a közösségemben olyan bensőségesen nem tudok megélni, mint amit szüleimmel megértem, viszont Istenben igen. És most beugrott egy kép, nekem egyik kedvenc képem a Rembrandt Tékozló fiúja, ahol ugye csak azt látni, hogy az atya átöleli azt a szegény fiút, aki teljesen már az élete alján volt, és nekem egyszer egy tanár hívta fel a figyelmet, hogy ennek a két kéznek két kéz különböző. Van egy atyai kéz és egy anyai kéz. És akkor megnéztem közelebb a képet, ez tényleg így van, egy női kéz és egy férfi kéz. És valahogy ezt éreztem meg, hogy a közösségemben kaptam testvéreket. De igazából atyát, anyát, társat, jegyest, azt az Istenbe kaptam meg. Tehát itt van egy nagyon jó buli testvéri csapat, akikkel lehet röhögni is, meg mindent csinálni, ünnepelni is, de igazából azokat a mély dolgokat azt Istenben fedezem fel. És a karácsony, pont egy ilyen karácsony élményem volt, hogy ezt az ölelést éreztem meg. Pont a noviciátus éve, amikor éreztem, hogy hiányzik valami, és ezt az ölelést éreztem meg karácsonykor. Ugye ez egy óriási ölelés a karácsony. Tehát Isten irgalmával átöleli a világot. Tehát ezzel a pici Jézusban. És én ezt az anya és atyai ölelést, ezt Istentől kaptam meg. Tehát ezt kimerem mondani. Te átölelted már a kis Jézust a szívedben? Aha. Nem vagyok egy ölelgetős típus egyébként, ezt el kell mondanom. Igen. Igen, én nagyon konkrét vagyok, és ez most nekem nagyon elvont kép, hogy kis Jézust ölelgetni. Már is az jutott be, hogy így öreg mamikák csókolgatják ott a kis Jézus szobrot, tehát ez nem az én. Én átöleltem nagyon sokszor emberekben. Tehát, hogy az én lelkületem inkább ez. Tehát a szenvedő Jézus is emberekben, és a kisded Jézust is, ahogy gügyörézni lehet vele, emberekben. Van ajándékozás a ti közösségetekben? Lesz van valami ajándék? Igen, van egy egyen ajándék, tehát hogy a főnöknő minden nővérnek, hogy ne legyen veszekedés, mindenkinek ugyanolyan csomagot. Mint egy jó cégben, nem? Igen, mint egy jó cégben. De az a jó ebben, hogy úgy látja, hogy mi az, ami hiány, és akkor azt. Tehát, hogy például volt olyan, hogy kispánát kapott mindenki, mert úgy eltűntek a kispánák, tehát nagyon praktikus is egyben. Eltűntek a kispánák? Hát úgy nem tudjuk, hova lettek, vagy tönkre mentek. Tehát néha azért múris is lehet. És hát van ez az angyalkázós, tehát egymást megajándékozzuk, azt, akit kihúztunk. Igen. És az mindig így egymást megvárjuk, kibontja. Tehát ez egy ilyen nagyon szép kis hagyomány, és az nagyon tetszik mindenki izgalommal, és nagyon vidám hangulatba várjuk. Ez azért érdekes nekem, mert egy barátom egy nagy multicégnél dolgozik, és ugyanezt csinálja. Ugyanezt. Tehát látod, tehát ezek a módszerek, ezek beválnak a nagy közösségekben. Tehát igen, nekem másképp nem is lehet. Aztán, hogy mivel töltjük meg, az már nagyon tőlünk függ. Igen. Hogyha egy mondatban összefoglalhatnád, hogy neked mit jelent a karácsony, akár idén mit fog jelenteni a karácsony, hogyan próbálod majd megélni ezt a három napot, a Szentestét és a két ünnepnapot, akkor mit mondanál? Nekem most a karácsony egy nagyon pozitív értelembe vett ellentét. Most nagyon bennem van ezek az ellentétek, hogy az Isten emberré, a király szolgává, hatalmas, végtelen, egy kiszolgáltott picivé. Tehát, hogy én most ezeket összefogom, tehát ezeket gyűjtögettem, most már szerintem olyan 20 ilyen ellentétem, és ezt még így karácsonyig fogom gyűjtögetni, ezt tehát egyik lelki gyakorlatom most nemrég jöttek ezek, és így írocsgatom, mert ez egy olyan kimeríthetetlen misztérium, és ez a szeretet. Tehát akkor mindent lemondasz a másikért, és fölemeled. Mert ez nem csak azért van, hogy ő lejött, hanem közben emel. Egy szóval neked a karácsony? Egy szóval nekem a karácsony szeret. Szeretnek. Van, aki szeret. Ennyire szeret. Köszönöm, hogy eljöttél, és megtisztelted a kedves nézőket is a válaszaiddal. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kedves nézőnek, hogy velünk tartottak most is, és Dominika nővért hallottuk az Isteni Megváltóról Nemzetnővére kongregációjából.